A Múzeumok Éjszakája országos programsorozat 2003-ban indult útjára, és minden évben a Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton rendezik meg. Ebből eredően pedig szokás, hogy ilyenkor tűzugrással is megemlékeznek a jeles eseményről. A Makói József Attila Múzeum 2013 óta állandó résztvevője kezdeményezésnek, aminek mindig nagy sikere van. Bár az idei esztendőben visszafogottabban, de mégis megszervezik a nyáresti kulturális kirándulásokat. A múzeumba 17 órától lehet majd ingyenesen belépni, tárlatvezetésre pedig 21 órától kerül sor a polgármesteri hivatal dísztermében. A 2018-ban felújított díszterembe nem csak Csanád vármegye, hanem Torontál vármegye ispánjai, főispánjai elöljárói láthatók. Nagyon érdekes ez a dolog, mert amikor 1700-as évek közepén elindul újból a vármegye rendszer, törvényt hoz az országgyűlés, hogy épületet kell építeni, állítani a vármegye közgyűlésének. Akkor épül tulajdonképpen a vármegyeházunk, a mostani városházánk, és törvényt hoznak arra is, hogy az épületbe azoknak a jeles embereknek, vagy azokról a jeles emberekről festményeket kell készíteni. Ezt követően a múzeumban 22 órától a skanzenben található néprajzi gyűjteményben nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Nyitva majd a putri, a gabonáskasok, bepillanthatnak a Kovács és Bognár műhelybe, valamint a hagymásházba is. Az éjszaka itt még nem ér véget. 23 órától a Küzdelmes évszázadok című állandó kiállítást kívánják bemutatni. A múzeum város történeti tárlata korabeli dokumentumok és tárgyak segítségével ismerteti meg az egykori Csanád vármegye székhelyének múltját, sokszínű kultúráját, a török pusztítás utáni újjátelepüléstől a rendszerváltásig. Emellett a képzőművészeti gyűjtemény legszebb darabjaiban gyönyörködhetnek a látogatók, mint például Mária Terézia, Erzsébet királyné és Kossuth Lajos. Szikszei Zsuzsanna, az intézmény vezetője, kiemelte, zseblámpáját senki se hagyja otthon, hiszen a hangulat kedvéért a túrák sötétben fognak zajlani.